A Zsúdó Szövetség férfi szakák vezetője Páncél Gábor a nőjé Toncs Péter lett, a két mesteredző a KS és a Honvéd műhelyének vezetői irányítják innentől a cselgáns válogatottat egy megváltozott szabályrendszer mellett. A Tokiói olimpiára készülve a duo a vendégünk a terveikkel. Jó reggelt kívánok, urak, szervusztok! Jó reggelt A szövetség döntése váratlanul értiteket, vagy azért voltak már erre tapogatózások, meg ugye az eredők azok kénytelenek voltak ebbe az irányba vezetni? Hát euh, igazándiból ez egy ötletként merült föl euh, egy euh, edző kollégánk részéről. ami tudni kell, a KS és a Honvéd két hónap ezelőtt elkezdett együtt dolgozni, mert euh, kóros partner hiány van, és euh, ha meg akarjuk a gyerekeknek adni azt a terhelést, ami a versenyen vár rájuk, akkor muszáj olyan partnerekkel dolgozni, akikkel versenyen is találkozunk. Nem lehet elmenni mindig külföldre táborozni, Illetve az meg nagyon sok pénz. Uh -huh. Ugyanakkor a B-vonal meg nem is jut hozzá, tehát uh -huh. valahogy muszáj együtt dolgozni, és ez nagyon jó működött, és erre rácsatlakozott pár klub, és az egyik vezetője mondta, hogy ha már így is van egy szerkezet ennek a dolognak, akkor erre rá lehetne húzni a szövetségi munkát, ez volt az ötlet. Megkeresett minket, mondtuk, hogy, vagy, hát először engem, én mondtam, hogy ha Gabi vállalja, akkor így közösen nekiugorhatunk. Bement az elnök úrhoz ez a javaslat, és... Mi sokat mosolyogtunk rajta, mert nem gondoltuk, hogy ebből lesz is valami, de utána nagyon fölgyorsultak az események, és, és hát ez lett az eredmény. Tehát itt, itt igazából egy két napon belül beírtak minket, elmondtuk az elképzeléseinket, és másnap elfogadta az elnökség. Jelen pillanatban így állunk. Azért ez egy előre még egy szóbeli történet, még szerződést nem írtunk alá, illetve az elnökségként elfogadta, tehát van egy elnökségi döntés mögötte de hát még nem tudjuk, hova vezet az út, minden esetre szeretnénk elkezdeni dolgozni, és akkor meglátjuk, hogy mi fog. Magyarán mondva, egy alulról jövő kezdeményezés, egy klubok közötti, vagy műhelyek közötti önszerveződésre kapták fel a fejüket, és azt mondták, hogy akkor innen próbáljuk el felépíteni toki a dolgokat? Igen, ez úgy néz ki, hogy az eddigi központi munka, az bármilyen furcsa, hogy nagy létszámmal működött, ott azért a minőségbeli különbség az nagyon ki ütközött, és az, hogy mi összedolgoztunk, a leirányított edzéseknél egy 20-30 os teljesítmény növekedés sikerült elérni. És ez nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten tudjunk teljesíteni. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni személyre bontva is a válogatott versenyzőkkel. A Tokiói Olimpia az nyilvánvalóan egy elsődleges cél. Mindenkinek olyan terhést kell adni, amivel a maximumot tudja teljesíteni, tehát mind a kvalifikációban, mind a nagyvilágversenyeken. Nagyon markáns különbség volt a, az edzésvezetési stílusok között. Ez mind nyilván, mind szakmai, mind létszám problémákat feltételezett, tehát ezért kellett valamilyen lépést meghozni. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól működik a dolog. Mi azt szeretnénk, hogy erre csatlakozzanak rá, érezzék meg a terhelést, érezzék meg a munkának a, a lehetőségét és a gyümölcsét. És akkor utána majd eldől, hogy ez most így működőképes vagy sem. Itt semmilyen erőszakoskodás nincsen. Mi egy mintát mutatunk, és erre, aki rácsatlakozik, azt szerintem nagyon gyorsan meg fogja érezni, hogy ennek van jövője. Magyarán mondva, akkor azért, hogy a magyar cselegáns a, a túl sok a műhely és túl szétaparózódott volt az egyesületi munka, ami egyszerűen ugye a, a kevés versenyző, illetve kevés jó edzőpartner miatt óhatatlanul a centralizáció irányába kell, hogy hasson. Ennél bonyolultabb, bár lenne nagyon sok műhely, Egyébként van, csak ott ezek nagyjából ifikorig megállnak. vagy hogy műhelynek nevezett egyesület, inkább azt nagyon sok tehetséges uh -huh. ifi versenyzőnk van, de, de az, az eleje az nagyon vékony. Uh -huh. És hogyha hat embert elosztunk, vagy mondjuk legyen tíz fő a szűk válogatott, azt elosztjuk hat klubra az országba, akkor, akkor az úgy látszik, hogy, hogy ezek külön-külön melózva és nem, a, az ifikkel, meg a következő generáció, tehát az nem terhelés. Uh -huh. Tehát valahogy, valahogy össze kell ántani, aki van az országban, és tud olyan ellenállást kifejteni, ami, ami esetleg a versenyen is szembe jött. Tehát végülis ez az ötlet lényege, vagy uh -huh. ötlet, hát nem is ötlet, tehát ez tulajdonképpen tény. Urak, egyébként ebben a konstellációban a, a ti személyes kapcsolatotok az milyen? Kollegiális, baráti, koncepcionálisan hogy álltok az együttműködéshez? Ugye említettétek, hogy sok-sokféle vezetés létezik, szóval milyen a viszony? Kiválónak mondanám, tehát uh, nyilvánvalóan uh, a sport sajátossága, hogy országon belül is van egy rivalizáció, és az hol kiéleződik, hol eltompul, most egy magasabb cél érdekében nyilvánvalóan minden háttérbe kerül, és azért a KS és a Honvéd meghatározó klubjai Magyarországnak uh, több sportákban is és a judóban ez is pontosan így van. Úgyhogy félre kellett tenni azokat a rivalizációs pontokat, amik esetleg mérgezhetnék a viszonyt, és összezárva nekünk vannak egy súlycsoportban érdekelt versenyzőink, de ezek a versenyzők kiválóan tudnak együtt dolgozni, és egészen elképesztő teljesítményre voltak képesek edzés körülmények között. Tehát olyan versenyhelyzetet teremtettek maguknak, ami eddig nem fordult elő. Tehát enélkül nem fog működni semmilyen világszínvonalú eredmény. Na most ti úgy dolgoztok, már az, az sem úgy van egyébként, hogy az egyik ötöknek csak férfi, a csak női versenyzője van. De egyébként így, mint két szövetségkapitány, két szakágvezető, egyik csak a nőkkel, másik csak a férfiakkal, vagy ennél jóval bonyolultabb a, az együttműködés. Egyrészt viszonylag kiforratlan ez a történet uh -huh. még, de alapvetően az elképzelés az az, hogy sokkal szélesebb lesz ez a munka, mint csak irányítani a, a szűk keretet. Tehát a tehetséggondozás, tehetségmenedzselés, a, a, vidéki klubok lejárása, tehát a be, bevonása a vérkeringésbe, vagy gyúdós vérkeringésbe, tehát ez sokkal szélesebb munka. Nyilván nem leszünk ott mindig mind a ketten. De a kiválón túl egyébként baráti is a viszony, tehát mi remekül együtt tudunk dolgozni, és amikor a rivalizációt, akkor is ez, ez nem köztünk nem okozott olyan feszültséget, ami egyébként Másó felté feltételezhető lett volna. Tehát a lényeg a lényeg, hogy a szövetségi keretedző, vagy szövetségi kapitány, és bármilyen korosztályos keretedző, annak az a feladata, hogy menjen a munka. Mindegy, hogy fiú vagy lány, ha válogatott keret tagja, akkor legyen joga és hatalma irányítani és rászólni nyilván a szövetségi kapitányok feladata, meg hogy jó, meghatározott feladatokkal ellássák a, a keretedzőiket, és adott esetben nem is vagyunk ott, akkor is folyjon a munka, de hát igyekszünk mindig úgy csinálni, hogy valamelyikünk jelen legyen az éppen aktuális válogatott programban, és innentől kezdve nem az a kérdés, hogy férfi-női, ennek főleg, főleg azért van szerepe, mert sok külön verseny is van, tehát sok helyen van a nők ide mennek, a férfiak oda mennek, vagy a nőknél jobb a francia tábor, a férfiaknál jobb a belorusz tábor, tehát van szakadás, de itthon nem az a lényeg, hogy elszeparáljuk őket egymástól, hiszen a lányoknál egy csomó fiú partner tud dolgozni, mert a de lányok le? meg olyan kevesen vannak, hogy tényleg nem tudják maguk megoldani. Na most, azt mondtátok is, most is elhangzott, hogy Tokióig nem nagyon várható újabb versenyzők betörése az élvonalba, tehát, hogy adott egy állomány, egy vékony, egy szűk állomány, amelyiknek majd ott az olimpián bizonyítania kell. Egyszerűen most ez egy generációs szakadék miatt van, szóval a csoda az nem a cságás műfaja, igaz? Ez csak valaki megjelenik a semmiből. Ez így van ebben a korban, mert már, már végképp nem. Tehát, hogy akinek nincsen utánpótlás eredménye, azért az statisztikailag viszonylag jó kimutatható, hogy felnőttben sem tud teljesíteni. Valamilyen oknál fogva itt elkoptak olyan versenyzők, akik akár utánpótlás szinten még mutogatták a falkas karmaikat, aztán eltűntek a rendszerben, ez is érdemes lesz majd föltérképezni. Valóban egy szűk dolgozunk, nagyon fontos, hogy ebből a szűk, generáció, szűk garnitúrából kijön egy Tokyo eredmény, de én mindig azt mondom, hogy nem csak 20-ra készülünk, tehát nekünk a 24, 28, 32, ez a judo erős egyéni sporták, hogy ott valószínűleg hosszú-hosszú évtizedeken keresztül marad a rendszerben nekünk az edzői társadalmat is föl kell rázni, a sok fiatal edző van, aki szeretne teljesíteni, szeretne megdicsőlni, nekünk ezt támogatni kell, be kell vonni őket a közös munkába, mutassák meg, hogy mennyire értenek hozzá, mennyire akarnak fejlődni, mennyire innovatívak, és csak kapcsolódjanak rá, hát előbb-utóbb nekem is ezt abba kell hagyni, és szeretném majd valakinek átadni, nem csak most az, hogy ez a szövetségi szinten, ez egy más kérdés, a saját klubomba is kell egy váltás majd, arról nem beszélve, hogy változik folyamatosan a szabály, most megváltoztak éppen aktuálisan, és még én nem mélyültem bele. Hát az a baj, hogy egy edzőnek ez nagyon nehéz dolog, mert egy szabályt meg lehet változtatni egy asztal előtt perc alatt, és annak hónapok. Utána a versenyzők mozgására meg. Hónapokig a, a kell azt átalakítani, vagy. és most éppen januárra megkaptuk az új direktívákat, hát nem is tudom, hogy, hogy készülnek itt teljes taktikai, technikai és képességi programot kell átírni, átváltoztatni, mert másképp kell fölkészülni. Tehát egész egyszerűen még, még ennek az értelmezése is vár ránk. Urak, a végére értünk, jó munkát figyelni fogunk, folytatjuk, és hát akkor sok sikert a, a cselgáncs világ felházásához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.